Amúgy nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de szerintem az oroszok és a németek egymás ellen voltak. De hát, hogyha ez nem lenne nektek elég bizonyíték, hát tessék. Blablabla, gondolom nem tudjátok elolvasni, nem baj, az a lényege, hogy a németek megtámadják az oroszokat, azaz el akarják foglalni egész Oroszországot, és akkor Leningrád, Rostov, meg mit tudom én, minek a vonalát akarják elfoglalni, és onnan már a Luftwaffe, azaz a németeknek a repülőgép, vagy légi, mit tudom én, micsodájuk, már tudja bombázni Uralban, az Uralban, az utolsó iparvidéket. Hát itt vagyok a küldetésemnél. Ez a feladatom, hogy ide jöjjek ez a haveromhoz. És itt kapunk egy kis bejátszást. Még jó, hogy a német katonák angolul beszélnek. Illegál még az orosz katonák is valamennyire értik, hogy mit mondanak. Hát igen, ez szerintem full angol. Ez nem német. Tudom, ez szerintem nem német. Na hát, és most fedezni kell ezt a haverunkat, akinek van fegyvere, és hát lassabb, mint mi. Csak így futva gyorsabb vagyok, mint ő. Sétálva viszont lassabb. Ja nem, még így is gyorsabb. Szóval gyakorlatilag iszonyat nehéz követni ezt az emberkét. Folyton meg kell állni, és így bevárni, míg ő leszenvedi magát ott ezen a törmelék kupacon. Itt is leszenvedi magát, gondolom. Nem, itt kúszik. És mi a francért kúszik ez a hülye gyerek? Húzza az időmet. Ráadásul tapasztalatból tudom, hogy el se kéne kísérni. És felém, és fellök. Rossz felé mész, haver. Na, és most kell oda menni a fogorvosi rendelőbe. Ez idézőjelbe volt. Mert bizony most ott lesz. És megint összetalálkoztak a tankok. Nézzétek meg. De nem lőnek egymásra. Ott várják egymást. Tessék, rányzunk ma. Hui, sniper! Honnan? Ott van. Így okos. De legalább az orosz. Júj, kilőtték a havertankomat. Mindegy, bemegyek a fogorvosi rendelőbe, ott nem vagyok. Meghúzom magam. Puha, itt egy páciens. Júj, szegénynek lehet. Nagyon durva fogfájása lehet. Lehetett. Hát tényleg nem is a, nem is a száját fogja, pedig az is édes. Ez nem normális. Biztos rossz a fogorvos és hashajtót adott neki. Na. Mert szerintem nem csak a foga fájt. És most futhatunk egy út. És hát van olyan szerencsénk, és berakjuk a fejünkbe ezt a kis emberkét. Hát ti lehet, hogy nem látjátok. Valószínűleg nem látják. Nem látjátok. Pedig hát én így látom, hogy a fejébe van. Még ha nem is lók ki. Új, a franza, ott egy ellenség, még jó, hogy nem látott meg minket. Na, és most be kell futni. Hú, hát ha ez minket eltáll, akkor biztos meghalunk. Na, hol kell befutni. Na, kettem így eldugva ez a rohadtartó. Na hát, mindenféle lövöldözés előtt bebújunk ide.
És abban marad, hogy minden van ez is. Just about. It was good of you to get him out. We have food and ammunition. Take whatever you need. És ki nézze a gyerek? Semmi. Ja, és akkor még a tankot kell kilőni. Úgy, ahogy az előbb felgyújtottam. Felveszek minden vizét. És ez a hülye gyerek meg folyton azt mondja, hogy lőjön be! Vagy valamilyen vizét. Nem tudom mit jelent, de szerintem nincsen is értelme. Ott volt előbb az az ellenség. Hát úgy néz, hogy most már nincs itt. Tehát kapunk két jóképű manus. Na, miért nem lősz fölé már? Így követi a képernyő megint. Hát ezt karon lőttem, 68 méterre volt. Hát ez szép volt, szerintem. Na, hülye gyerek, meg már egy gránát azért hagyom lőlek. De mindjárt meg. Még ott képpuskázik a mocsadék. Ujjjj, elfordult a tank. Hát az előbb még felém volt fordulva. Most nem. Hülye basz. Akkor csak a bemutatót csinálták meg ilyen rosszul. Ez a jegyek meg se lát, pedig még a tank is ide lő. Nem baj, most meghal. Meghalsz. Te is meghalsz. Mondom, meghalsz. És nem viszed el a haverodat. És belelóg a... Belement a falba ez a idió. Hát is most egy pillanat alatt. Miért? Oh yeah! És most halunk meg! Most halunk meg az utolsó küldetésnél, mikor már csak be kellett volna futni oda előre. Na jó, mindegy, következő pályára lépek, ezt vegyétek úgy, hogy megvolt. Intel. Jó, a kőtere kattintok, kilép a francba. Rész, hát mindenféleképpen a restartra kell kattintani, és aztán kilépni. De ezt a rohadt bemutatót meg lenyomni nem lehet. Szóval várhatunk. És ugyanazt az unalmas bemutatót, amit már láttunk, vagy 20-szor. Jó, van idióta fejével itt vigyorog, vagy nem tudom. Jó, és most Quit Mission. Ezt olyan rohadt nehéz lett volna betenni meghaláskor, hogy ez nem igaz. Belehaltak volna, ha be kell tenni. Áj, na jó, ezt kiválasztom. Jó, start. Hát ez már másik pálya, vagy azt látjátok. Na, itt már más jön a bemutató. Más is a zene elvileg. Mennek a német tankok. Miket elvileg az oroszok elloptak. Nem tudom. Na. Szóval mondtam, hogy jegyezzétek meg ezt a fejformát. Szerintem... Na, mit rögtösöl? Nem mozdul. Szóval szerintem... Ennek az embernek ugyanolyan a fejformája, szóval... És kész, ennyi volt a pálya, nem lehet tovább menni. Legalábbis erre nem. Szóval... Haverünk valami fantom gyerek. Hát mi erre nem tudunk menni. Tiltott zóna. Ejj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 
ilyen somta. Mi a, ennyi volt a pálya? Hát, ennyi volt gyerekek, inkább megtanulunk levegőt vászni. Hollállá! És hát itt kész. Végén találkoztam egy tankkal, aki folyton rendszeresen megöl. Szóval, hát itt megáll a tudomány. Hát, jó van. Hát, még lesz második rész is, sőt, talán még harmadik is.
Igazából nem tudom, hogy meddig fogok tudni eljutni. Szóval majd még jelentkezem. Állok.